Szevasztok! Szeltoló vagyok a Lootmastersztól, és nyakunkon van Korodor, vagy már mi a neve. Szóval, mi történik? Az történik, hogy a Watcher of Realms-ben nyakunkra érkezik az első olyan ős, akit úgy kell majd összetákolnunk fúzióból, méghozzá aki a Raid Shadow Legendsből vagy más nagy hangvételű gacha játékből érkezik, az pontosan tisztában van vele, hogy mit jelent a fúziós hős. A fúziós hős azt jelenti, hogy sok rareből csinálunk epiket, és sok epicből csinálunk legendarit. Na most, mi az, amit itt nekünk végre kell hajtani? Tehát az event folyamata alatt nekünk össze kell szednünk minél több ilyen fickót, mert 4 ilyen fickóból csinálhatunk egy ilyen csajt, és 4 ilyen csajból csinálhatunk magunknak egy ilyen... Mármint ilyen fickót. Na most ez egy legendary hős lesz, mint olyan, és csak ez az event alatt lesz elérhető, előtte és utána nem lesz elérhető Krodor. Mit lehet Krodorról tudni? Krodorról annyit lehet tudni, hogy ő már pedig egy tank arc. Egyelőre a galériában nem elérhető, csak itt a notice-ok között azt mondja, hogy System Notice, Game News, hol is van, New Hero Info, itt van. Tehát, mit lehet Krodorról tudni? Krodorról annyit lehet tudni, hogy a Northernereknek lesz egy új tankja, méghozzá igen-igen lóbaszó jószág. Miért mondom, hogy lóbaszó jószág? Azért mondom, hogy lóbaszó jószág, mert hogy iszonyat nagy. A kosztja 19, alapjáraton 3-at blokkol, kihangsúlyozom, hogy alapjáraton. A talentja az, hogy a damage-e az a defense-ből scale-el, tehát minél nagyobb a defense-e, annál nagyobbakat fog tudni damage-elni, ha bár tank lévén nem pont azért tartjuk. De na... Soha nem árt. Igen, ne ásítozz, mert ragadós Krodor, ne ásítozz. Akármikor sebzést kap, 2%-kal növekszik a defense-e, ami 20%-on scale-el, ez 20 másodpercenként, és ez 20 másodpercig tart, ugyebár, de ha folyamatosan kapja az áldást, akkor technikailag folyamatosan plusz 20% defen lehet tartani. Ez egy jó healerrel simán mitigálható. Nézzük, hogy mit tudnak a skilljei. Tehát az alapjáraton egy physical attack 100% damage egy enemynek, tanktól ettől többet nem is várhatunk el. Ezt ki lehet kristályozni 120%-ig. De minek? Az első passzívja az a Braveheart. Tehát amikor a HP-ja 30% alá csökken először, akkor belép egy ilyen State of Anger, tehát megharagszik, hogy úgy mondjam, és 10 ellenfelet támad maga előtt, akikre Attack Reduction-t is nyom, tehát legyöngíti az ellenfelek támadó értékét. Stunt is használ, és az első 5 basic attackja, az pedig 150%-os AOE damage lesz. Az ulti alatt, és ez a harag fázis alatt az ultija nem tud bekapcsolni. Ja, és ez a Braveheart passzív, ez kijátszásokként egyszer alkalmazható, tehát ha ez kisül, és éppen nagyon szükséged van rá, akkor leveszed,
60 másodperc múlva visszarakhatod, és újra elérhető ez a Braveheart, de szerintem egy masszív tankot csak azért, hogy damage-jegyet nem veszünk le a pástról, semmi értelme nincsen. A második passzívja Unity Strength. Minél több szövetséges van mellette, annál nagyobb a Physical Damage Reduction, és annál nagyobb a damage-e is, amit okoz. Tehát ez maximum 12%-ban keppelhető, amennyiben 3 ally van körülötte. Tehát ez mit jelent? Ha szövetségesek vannak körülötte, tehát mondjuk ha sorfalban áll, akkor van 12%-os Physical Damage Reduction-je, tehát 12%-kal kevesebb sebzést szenved el, és 12%-kal nagyobb sebzést okoz. Természetesen ez könyvelhető még 12%-kal, tehát ha teljesen ki van kristályosodva a skill, akkor az 24% damage reduction és 24% plusz sebzés, ami azért nem kevés. És akkor nézzük az ultiát. Az ultia az manuál, tehát kézzel kell elsüteni, megnöveli a blokkot 2-vel, illetve a defense 70%-kal. Ez az effektus 15 másodpercig tart, ami fölhúzható mondjuk rá 20 másodpercre. A defense is fölemelhető 100%-ra, tehát azt a 700-át, és a skill cost leszedhető 1000-re, vagyis 1000-ről 900-ra. Na most, hogyha jól megpakoljuk Rage Regen-nel, akkor ez elég gyakran kisüthető lesz. És akkor az már mindjárt máshogy is fog muzsikálni. Tehát, mi ennek a hősnek az érdekessége? Ennek a hősnek az érdekessége, kérem alásson az, hogy alapjáraton 3-at fog ugyebár, Bastion Ring-el 4-et, és az ultia alatt 6 ellenfelet tud magára vonni, ami azért fogalmazzunk úgy, hogy bizonyos helyzetekben igen masszív. Tehát a tankos kódexben, ha emlékeztek rá, ez a csávó ez 6-ot le tud fogni, ami nem kevés pontot számít a kódexnek abban a válfajában. A range, hát a range az mindaféle tanknak sima, egyszerű kis range. Nézzük meg, hogy ez hogy fog kinézni kimaxolva. Tehát alapjáraton lesz neki mondjuk rá 30.000 HP-je. Tehát 30.000 HP-ja lesz a Collection Progressből, amit a Northern Throne-nél kapsz. 30.000 HP-n állunk, 3.000 Attack-on, 3.800 Physical Defense-en és 850 Magic Defense-en. 19-be kerül, mint azt mondtam. 3-at fog alapjáraton, kimaxolva a 6-ot, a Revival Time-ja 55 másodperc, az Attack Intervallum-ja 2,4, az Attack Speed-ja 100, ezek tök normális adatok, illetve a Rage Regen-je 14. Hát mindenképpen elég impozánsnak lehet mondani, hogy alapjáraton 30.000 HP és a többiek. Úgyhogy lehet vele rendesen dolgozni. Na most nézzük, hogy is kaphatjuk meg magunknak Krodort. Ugyebár lesz ez az event, amit itt egy ilyen naptárban meg is mutattak nekünk. Tehát, mint ahogy azt mondtam, kell 4 rare egy epichez, és 4 epic kell ugyebár az egy legendárihoz. Tehát mondjuk rá összesen 16 rare-re van szükségünk ahhoz, hogy meg tudjuk szerezni magunknak Krodort. A játék nekünk biztosít 19-et a 16 helyet, és itt vannak ugyebár az eventek és a trialek, amikből ezt be lehet szerezni. Hát, mit mondjak, nem tűnik könnyűnek. Nagyon nem tűnik könnyűnek. Ezek a Fusion eventek, ezek rendszerint
rendszerint igen-igen nehezen beszerezhető hősöket tartalmaznak. Menjünk is rá egy kicsit jobban, nézzük meg, hogy mit tudunk ő belőle itten közelebbről látni. Tehát 21-én indul az event, és eltart 8-áig. Azzal, hogy az utolsó eventek és trájálok 5-én indulnak. Tehát lesz szabad kapkodni a fejünket. Lesz benne 2 spiritual altar, egy Corridor of Glory, 4 darab Brave Conquest, 2 Tales of Smith, 2 Duel of Champions, tehát fejlesztések, pénzköltések, arénázások, gírfejlesztések, summonok, további fejlesztések, gír 1, gír 2, gír 3 és Artifact Mastery Raid. Lényegileg az egész játék le van fedve benne. A játék minden területéről be lehet szerezni egyet. Na most, hogy fog ez valószínűleg ugyebár kinézni? Tehát megvan az esélye annak, vagyis hogy hát majd hogy nem teljesen biztos vagyok benne, hogy mint például itt is, itt lent lehet keríteni egyet, tehát egy rare-t, mondjuk rá ez a kettő kristály shard helyett lesz egy rare, illetve nagy valószínűséggel a dobogós pozíciókkal lehet keríteni még egyet, tehát ezek mind ilyen extra rare-ek, hogy minél könnyebben meg lehessen oldani a fusion-t. Ismételten csak visszautalok a raidre. Ott volt egy olyan szokás, meg feltételezem, hogy van is egy olyan szokás, hogy a fusion event vége előtt bedobnak egy epiket, tehát most mondjuk már megint vegyük ezt, tehát mondjuk rá 5 nap múlva van vége az eventnek, és akkor az első pozícióra beraknak egy epiket, tehát azt az epic orc csajt, hogy azzal is megkönnyítsék a fusion-t, és akkor második, harmadik helyen pedig ott van az extra rare hős. Ez hivatalosan még nem lett megerősítve, de rebesgetik a játék Discordján, hogy nagy valószínűséggel itt is egy ilyen receptnek lehetünk majd szemtanúi. Tehát ugyanígy itt, ahogy az Oracle Trials-ben, nagy valószínűséggel itt az eventek között is, hát most éppen akkor sincs semmi nyitva, tehát így itt, ahogy vannak a rewardok, valószínűleg a rewardok között lesz majd egy rare hős. Hogy magamat ismételjem, igen, valószínűleg nehéz lesz összehozni Krodort, de közelről se lehetetlen. Tehát ha és amennyiben nem pazaroltuk a nyersanyagokat el éppen tegnap, az egész accountot nem ürítettük le, akkor elvileg kicsi stratégiai megközelítéssel, de kimatekozható, hogy összeszedjünk 16-ot ebből a srácból, illetve mondom, még nincsen megerősítve, de nagy valószínűséggel ő belőle is föl fog tűnni, nagy valószínűséggel legalább egy a játékon. Szóval, fiúk, lányok és egyéb váltónemű Lootmasters rajongók, fúzióra föl, izzítsuk az atomerőműveket, a fúziós atomerőműveket, és húzzuk be Krodort minél többen, mert eszméletlen jó tank. Akinek nincsen szüksége tankra, hát az most így járt. Én nekem személy szerint igen-igen nagy szükségem van további jó tankokra, úgyhogy én mindenképpen meg fogok próbálni ráhajtani, és
megoldani magamnak. Rendben, fiúk, lányok és egyéb váltónemű Lootmasters rajongók, ennyik voltunk akkor mára. Én még mindig Széltoló vagyok, ti pedig továbbra is vigyázzatok egymásra, magatokra, mindenkire, és találkozunk a következő videókban is. Na, szevasztok!